Sziasztok, Blanche vagyok. A mai videóm Jordániáról fog szólni. Volt szerencsém Jordániában egy pár napot eltölteni, egy picit ilyen rehabilitációs időtöltéssel. Jordánia volt az első olyan ország, amiben kellemesen csalódtam, nem így képzeltem el. Jordániában megérkezve Amman fővárosában egy étteremben kezdtem el a látogatásomat. Ez egy nagyon híres étterem, nagyon sok Oscar-díjas és híres ember fordult már meg ebben az étteremben, és nagyon tetszett a gasztronómia, ez a rengeteg tapász, és a felszolgálás, és a zöldségek, és a gyümölcsök. Nagyon érdekes volt az, hogy egyfolytában odafigyeltek arra, hogy teli legyen a pohár, és nagyon kedvesen kiszolgáltak minket. Szóval nagyon jól éreztem magamat az étteremben először, nagyon jól, kellemesen csalódtam az ételeikben és a felszolgálásban. Majd utána, az étterem után felmentünk a Citadellára. Amman az egyik Jordánia fővárosa, az egyik legrégebben lakott, folyamatosan legrégebben lakott városa a világon, és nagyon érdekes, mert egy ókori római citadelláról beszélünk. Herkules templomát építették a Amman citadelláján fel valamikor, nagy oszlopokkal, ez Herkules temploma, és bejártam a citadellát, a citadelláról körbe lehet sétálni, fent van múzeum, ugye a Herkules temploma, és fentről látod ugye az ókori római színházat, az amfiteátrumot. Nagyon érdekes az, hogy ők arabok, nekik egyszerű építkezési stílusuk van, és ugye hát fent a citadellájukon meg ott van egy ókori római csoda, úgymond, ezért mondtam, hogy csodát fogok nektek mutatni. Hát lássuk ezeket a csodákat! Jordániából jelentkezem. Most már tudok sétálni a lábammal a rehabilitáció után. Ez egy fellegvár, amiben vagyok. Itt vagyok fönt Jordániában, a fővárosban, Ammanban, a látóban. És egy csodálatos egyébként valahol, de valahol elég fura és stílusok. Elég hegyén hátán vannak itt az építmények. Ugyan dombon, mindenhol. Nagyon be van a kicsőben a fejlős egyén hátán. Sok ugye egy Dávid király idejéből egy őrséget küldött el, hogy kitalálja, utána járjanak, hogy ki lehet ez a gyönyörű nő, és Sába királynő után járt, kidutakolták ugye a király, és ez a szép nő, valamelyik katonádnak a felesége, bocsánat, csak itt lépegetek, és nem lehetett ugye vele együtt lenni, mert a királynő, és emiatt ugye próbált udvarolni Dávid király neki, de aztán mégis valahogy megszerezte Sába királynőt. Kis rafinériával harcolt érte. Következő videómban itt a Jordán történelem és téma lesz a fő szempont és a rehabilitációm. A repülőút 3 óra hossza volt, 3,5 óra hossza. Most már látjátok, sétálok egyébként, de fel van dagadva egyébként a bokám. Ettől függetlenül pozitívan állok ehhez a dologhoz. Motiváltan, és még így is, hogy ez történt velem, besétálom ezt a történelmi
utat, és kicsit megpróbálom átadni nektek ezt az érzést, amit itt megélek, vagy átérzek. Ugye amikor még virágkorát érte, úgyhogy csodálatos látvány egyébként, ami így elém tárulkozik. És hát magával ragadó az, hogy ez ezelőtt valamikor itt egy teljesen más beépítésű és rendszerű szolgáltatású római kori élet volt. Azért próbáltak vigyázni itt erre a környezetre. Fent ez a cikadála megmaradjon, nagyon szép. Valamikor egy nagyon súlyos földrengés, és itt pár dolog el is mozdult, és nagyon érdekes, hogy majd mindjárt megmutatom nektek, itt feljebb jövök, hogy megmozogtak és elmozdultak igazából az épületek. Mindjárt meg fog fordulni, és akkor itt mögöttem fogjátok látni ezt a akkori római oszlopokat. Nagyon szép. Remélem, hogy tetszik nektek is, amit itt láttok. Mamban nagyon szép és amunita kori lemaradványok vannak egyébként. És ugye egy Malcolm templom maradványai is megmaradtak. És itt, hogyha feljebb megyünk, ott majd látni fogjátok közelebbről, hogy milyen oszlopok maradtak. Akkor bemutatom nektek Herkulás templomát, mögöttem a maradványokat, és fotón is fogom majd mutatni nektek. Látni, ott újabb építkezések, és hát itt elég igen sáros a háttér, de feljebb fogok menni, és megmutatom nektek belülről a múzeumot. Ez a csodálatos épület fent.
mekkora kupola szerkezete belőről. Madarak pedig itt élnek bent, és dalolásznak. Fantasztikus élmény, lenyűgöző. Annyira magával ragadó. Csodálatos. A madárkák. Ugye úgy utaztam el Jordániába, hogy le volt sérülve a lábam, nem tudtam jól mozogni, folyamatosan feldagadt a lábam, ugye a repülőútnál is nagyon fájt, folyamatosan flosszpent szalagoztam a lábomat, és megmondom őszintén, hogy azért kellett fájdalomcsillapítót bevegyek, de nem akartam kihagyni ezt az utat, mert volt szerencsém elmenni, és ebbe a pár napban legalább még a koronavírus előtt meglátni ezt a csodát, ezt a csoda országot. A következő, ami nagyon érdekes volt, Amman fővárosában az a piac. Amikor elmentem a piacra, akkor meglepődtem, mert minden férfi folyamatosan kúrogott és szólítgatott, és érdekesen, ugye, hát én szőke vagyok náluk, ugye a szőkenő az egy ilyen, megint csak egy ilyen csoda, ufó. Úgymond, úgyhogy nagyon kellemetlen éreztem magam, de nagyon kedvesek voltak. És akkor így megmutatom, mennyi minden finomságot lehet itt vásárolni a piacon. Van árusok, narancs, ananász, zöldség, gyümölcs, szárító gyümölcs, nagyon szép ezek a gyümölcsök, meg a zöldségek, az áruk. Egyszerűen csodálatos még sétálni itt is visáruk között. Gyönyörű szépek az almák, kényesek. Megyünk itt, jöjjünk a Norival. A mögöttünk a vásár. Ide jöttünk, itt van a mecset. És meg fogom nektek mutatni, itt közelebb megyünk. Már itt mutatom is magam mögött a mecset. Fent ugye szépen látszódik a torony. Itt vagyok a többiekkel. És hát ugye gondolom, ide én nem nagyon mentek be. Így főleg ilyen folyam, de... Szóval, benn vagyunk a városban. Kicsit furcsa közlekedés, mindenki szene széjjel megy jobbra-balra.
kb. Váltanak, kormányoznak, indexelni nem indexelnek, nem ismerik, dudálnak, tehát náluk az indexelés szerintem egyenrangú a dudálással, nagyon furcsa, és hát eléggé füstös, szmogas egy picit a belváros, ugye? Igen, eléggé. Eléggé. És a szabály az, hogy nincs szabály. Nincs szabály, így van. Szóval... Közlekedést illetően. Igen, közlekedést illetően. Így, hogy mögém néztek, akkor azért eléggé látjátok, hogy mennyire sokan vannak a városban. És itt vannak ilyen árusok végig. Megálltunk útközben egy nagyon szép helyen. Megmutatom nektek, hogy mennyi minden lehet itt látni. Szép tányérok, táskészletek, szőnyegek, lehet vásárolni. Ez aktuális lenne pont nekem szerintem, törött lábamhoz. Lehet is lehet vásárolni. Van itt sisához mindenféle szőnyeg mögöttem. Nagyon szép. Gyertek. És ami még nekem nagyon tetszik, hogy megmutassam nektek. Nézd meg, milyen szép saktábla itt mögöttem. Yes, I am influencer, and I need to showing yeah. for the people how it is here. Yeah, enjoy. Oh, thank you. Megkérdeztem az eladó, hogy segít, ő nagyon, nagyon kedvesek egyébként a Jordán lakosok, mindenki barátságos, és nagyon jól viszonyulnak a külföldiekhez. A turizmust ugye nagyon szeretnék szinten tartani, és itt ilyen szép ruhákat is lehet egyébként a nőknek helyi viseleteket válogatni és vásárolni. Nekem ez is nagyon tetszik, amit mögöttem van például. Most közösen fogunk ebédelni, és egy nagyon klassz étterembe érkeztünk. Helyi jellegzetes ételeket, például itt is készül egy kebab. Nézzétek meg. Készíti az úr a kebabot. És igen, előételek tömkelegel és főétel lesz, és fogunk ebédelni. Itt van az idegen vezetőnk is. Hello, how are you today? I'm good. Okay, me too. I'm fine, thank you. Itt van Nóri is velünk. Mutatom szépen. Marhaba. Marhaba. So you are enjoying the tour here? Yes, I am enjoying everything. It's amazing. You are most welcome here in Petra. Yeah. Welcome. You are the model of the group. Yeah, thank you. Ez szerintetek csíp, de jó lenne a csíp, nem? Igen, én nagyon szeretem a mi csíp. Ugye volt egy vezetőnk, mesélt Jordániáról, és első nagyon fontos információ, ami megütött a fülemet, hogy Jordániának a népességének a fele az 18 éve aluli, és hát egy nagyon friss nemzetről beszélünk. És a fiatalok 6 éves korban ugyanúgy iskoláztatják őket, mint minket, de már az iskolában két nyelven kezdenek el tanulni, az angol az alap, a népesség 98%-a beszél angolul, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és emellett lehet választani még nyelvet, valaki franciát, valaki németet választ, de két nyelven már 6 éves koruktól kezdenek el beszélni,
És van ugye arab, muhammedán, szíriai és keresztények templomokat is láttam, tehát keresztényeket is ugyanúgy együtt élnek, befogadóak, és tényleg nagyon kedvesek. Nagyon érdekes volt ugye a mecset is, hogy ennyire nagyon fontos az, hogy már ők ugye imádkoznak hajnalban, azzal kezdődik, hogy elkezd egy elég hangos ilyen szirénázó hangot ugye hallasz, hogy ugye hívnak a templomba, tehát nem kolompolós hangot hallasz, hanem egy nagyon érdekes hang, és ez már reggel hajna 5-kor már ugye mennek és imádkoznak a jordánok. És utána ugye van délután is többször járnak ugye templomba, imádkoznak. Többször láttam olyat például, hogy szőnyeget leterít, és imádkozik ott valahol az utcán. Szóval érdekes, érdekes volt. A következő, ami nagyon magában ragadó volt, a szállodák azok meglepően felszereltek. Nagyon odafigyelnek arra, hogy minden kérésed, kívánságod azt teljesítsék. Például az első napon a szállodában foci meccs volt, és néztem a foci meccset, és megkértem mondjuk például utána a bárban az úriembert, hogy én szeretnék zenét hallgatni, és akkor csapattal voltam ott, és az volt a lényeg, hogy jött az úr, és adta a telefonját, és akkor válogattattam a számok és a zenék között. A többiek ültek, szivaroztak, itt iszogattak, beszélgettünk, mi táncoltunk, és én pedig voltam a ügyeletes DJ, úgyhogy nagyon, nagyon kedvesek, és egyből az ember kedvében akarnak járni, úgyhogy ez nagyon szimpatikus volt. A következő nap, Aman után pedig elmentünk Petrába. Ugye, hát Petra az benne van a világ csodája között. 2019-ben például 1 millió látogató volt Petrában. Szurdokon keresztül megláttuk a templomot, ami ugye a sziklában van ugye vésve. Hát egy csoda tényleg, ami magával ragad, először ugye bemész, lehet egyébként bemenni lóval, lovaskocsival, ugye gyalog. Én nagyon kitartó voltam, és ugye Rubitréka is mindig ezt mondja, hogy tartsd meg a kitartásodat, és igaz, hogy nagyon fájt a lábam, de besétáltam egészen a templomig. Én azt mondtam, hogy én most Petrában vagyok, nem tudom, mikor lehetek még egyszer az életemben, de most még, hogy így, hogy fáj a lábam, és be van dagadva, én akkor is felmegyek azon a 650 lépcsőfokon Petra tetejére, és utána le is jövök. Hát, amikor ugye van egy ilyen problémád, egy ilyen törés után, rehabilitációd, és még ugye azért nem telt el annyi idő, és folyamatosan gyógytornára kellett járnom. Hát én nagyon erőltettem azt, hogy én kitartó legyek, és tényleg minél hamarabb meggyógyuljak. De azért még nem voltam abban a stádiumban, hogy én ott egy teljesen egészséges lábbal fel tudjak menni. De így is felmentem. És magával ragadó az a látvány, amit látsz Petra tetején, és akkor most szeretném, hogy megnézzétek a kis videómat, amit ott a helyszínen Petrában készítettem. Sziasztok! Bejöttünk a bejáraton, egy ilyen kis tér van szökőkúttal, és mögöttem van a térkép, a falon. Innentől ez a római amfiteátrum, tehát idáig elmegyünk együtt, és itt valószínűleg egy pár ember úgy dönt majd, hogy szeretne ide fölmenni a király sírokhoz. Ugye ez a fehér rész, ez a völgy. Tehát ez az a völgy, ahol éltek az emberek, és ide föl lehet még menni, és ezek innen nagyon jó képet lehet csinálni a síroktól. Ez itt már egy nagyon meredek szakasz. Bocsánat, hogy szabad beragok. Ez itt, aki érdeklődött az iránt a 700 lépcsős nehezebb szakaszról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik az egész völgyre és a kincstárra. Ezt kell itt megtenni. És akkor szépen elindulunk
és besétálunk Petra óvárosába. Őzeid, a lovas, megyünk, mi sétálunk be itt a... Ő már el akarja adni a lovát magával együtt nekem. Nagyon vicces. A pacet? De majd visszafele én is lovaglok. De most befele csak sétálunk. És jövök a döngető lépteimmel. Be a... Feltre jutom. Itt van Zaid. Mondjad, szia! Manu! Szia, szia! Menő! Menő, szia! Itt van a lova is. Egyébként én is itt vagyok. És majd amikor jövünk vissza, akkor... Yeah, I would like riding, yeah. Come. With your horse. For free. Yeah, but not now. Yeah. We're coming back. We're coming back. You understand? With horse. Okay. És valamit mondani akartam még nektek, hogy többféle színben fogjátok látni a sziklákat. Ez a többféle ásványtól ugye a varsokén miatt van. Ugye ilyen rózsaszínes és sárgás és zöldes színeket fogtok látni. Ezt elmondta a Nóri nekünk, és én is szeretném nektek továbbadni. Bye! We see you later! A sziklába vált üregedben látjuk a sírokat. Mondja itt Nóri nekem a fülembe egyébként, subja, és intikálok. Igen, van egy lépcsőzetes bevájás. Azért van az a lépcső, hogy a lelkek könnyebben át tudjanak jutni a mennyországba. Lent van egy ilyen üreg, ugye ott temettek el őket, és ott meg ott van följebb a lépcső. Általában a nagyobb vájatok, azok családos temetkezési helyek voltak. A többi, itt már jobban látszik, amiről beszéltem az előbb, ugye ott a lépcsők, hogy könnyebben eljussanak a lelkek a mennyországba, és vannak még ilyen VIP-s temetkezési pályátok is, azok a VIP-k, a kisebbek. Wow, de szép arra is! Remélem, vissza tudom nektek adni azt, amit én most itt átélek. A döngető lépteimmel, törött bokával, de csodálatos. Szeretném, hogy ti is átérezzétek azt, amit én most érzek itt, amit sétálok befele Petra városába. Ott vannak a sírok. Ott vannak a háromszögletű piramisok. Egy ilyen piramis. A piramis az egyiptomiak. Obeliszkos egyiptomi síros. Kétszintes. Alsó és felső szint. Alsóba vettek be, felsőbe pedig speciális. Négy emberből eltemettek a sírba. Sírok. Középen pedig van egy faragás. És a középen az a faragás, az a tulajdonosnak, tehát aki ezt az egészet csináltatta, annak a vagy címere, vagy arcképe. A címere ott fent. Tehát ott gyakorlatilag lehet, hogy mondjuk az a apuka és a négy fia. Vagy lehet, hogy a valami közeli rokona. De az a lényeg, hogy aki ott van, azok azt csináltatta. So the other one, the lower one was made before the upper one is separated. And this is for funeral. Arra a szakaszra, ahol megyünk be a szútba, és össze fog szűkülni szépen a szúdok. Így kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik. Mindennek lószaga van. Egyébként.
De fantasztikusan jó idő van. 20 fok. Picit. Fúj a szél. És majd fogjátok látni, hogy itt építettek gátokat. Megmutatom nektek. És az esővizet is így gyűjtötték össze itt mögöttem. Láttok. Ez itt a szik. Már itt jövünk lefele. Voltak, itt voltak a vízvezetékek. Vezették el itt a vizet be a városba. Ezt itt kontrollált körülmények között. És akkor itt már lefele halad az út. És szűkül össze, ugye. Ott már látszik a falba vésett részek. A főkapu 1985-ben dőlt össze. És 95-ben dőlt össze a nagy kapu. Például itt is, és akkor itt könnyedén tudták gyűjteni. Ott vezették el a vizet. Akkor a végén egy ilyen nagy tárolóba összejött. Most novatívusok építették ezt a utat, nem a rómaiak. Itt most már egyre jobban szűkül le a szurdok. Ott látszik fent, hogy gyönyörűen süt a nap. Egy ilyen felvételt csinálok nektek, és halad lefele, ugye elég magas, 60 méter, és így haladok befele. Egyre jobban éleződnek ki a színek, ugye a vas, a flór és ugye a többi, például látszik faragás a falba. Hát itt mögöttem már eléggé összeszűkül a szurdok. Nagyon jó a hangulat, jönnek egyfolytában a kocsisok, meg ló van, nagyon sok ember és látogató jön és sétál be a szurdokba, úgyhogy nagyon klasszik, majd mindjárt látjátok, mögöttem elmegy mindjárt egy kocsi lóval, viszik be az embereket, és kicsit így csinálok, és akkor így látszódik, hogy azért elég magas ott a szurdoknak a teteje. Haladjunk tovább! A régi kövek, a régi út, az új úttal kapcsolódik össze, és csodálatos, ahogy be kiközlődik a napsütés, tehát egészen a időben. Csodálatos. Menjünk itt szépen. És ezután jön igazán a legszebb rész. Igaz, Mori? Igen, ezután jön majd a highlight. Highlight of Petra. Most jön a highlight of Petra. Ja, ja. Thank you. Mindenhol kaki maradékok vannak. Hello, beautiful. Hey. Jövök arra, Belna. Vigyen engem itt a kocsis. Hát csodálatos. Megmutatom nektek itt is a gyönyörű színeket, egyszerűen olyan színek vannak, lenyűgöző. Akkor most jön a legszűkebb rész. Ezt itt látjátok, egészen leszűkül, és haladunk tovább, és két kanyar, és jön a csoda! Jön a surprise. Arra várok a surprise-ra. Jön a surprise, ott van már hátul, ott, ugye?
haladunk, csak óvatosan kell lépkedni. Elnessek. Ott van, úgy van, a fény az alagút végén. Ott már kikandikál. Petra fénypontja. This is a wow point. Wow point. Okay. The treasury. Látod, meg is az oszlopok. Aha, próbálni. Na akkor, most szépen megmutatom, a 650 lépcsőn föl fogok sétálni a törött bokámmal. Itt már jó süt a nap. És akkor hagyj mutassam, mert nektek arról jöttem. Körbe. Menjünk arra befele, és lépcsőzök. Kutat a csacsik. Melyik a csacsika, kis gyógyulta. Macskák vannak. Aha. Megérkeztem a lépcsőkhöz, és ezeken a lépcsőkön fel fogok sétálni. Itt mögöttem látjátok a lépcsőket, ott már mennek is fel, és itt fellépcsőzök óvatosan, és megmutatom nektek fent. Ről milyen szakaszon feljöttem, és akkor mutatom, hogy mit hagytam az aranyszabályok szerint mögöttem. Csinálok egy kis fényt koppintással, és koppintok vissza, és megy tovább a lépcsőzés. Még így is próbálok benneteket motiválni, hogy akármi van, történhet akármi, másszuk meg azokat a lépcsőket. Megint egy szakasz megtétel volt. Honnan lentről. Nem tudom hány lépcsőt tettem meg idáig. De ez fantasztikus élmény. Itt vannak a lábaim. Törött láb, még bírja. És ott lépcsőzek. Tovább is megyünk fel a legtetejére. És megmutatom nektek, milyen fentről kilátás. Lépcsőzök. Ezt is megértük. Sziasztok, kedveseim! Így 3 hónapra a műtétem után törött bokával feljöttem Petraváros tetejére. Itt vagyok a tetején, és nézzetek körül, csodálatos látvány tárul elénk.
jacuzzi is van itt fent. Vízgyűjtő. Te szurdok? Nem? Tudjátok, mi ez az igazi alakrekord? 3 hónapos bokatörés után lejönni a Petres tetejéről. Az az igazi alakrekord. Nesze neked, Rubi Tréka! Hogy érzed a lábad? Mire fáj? Mire fáj? Nagyon fáj a lábam, úristen! Úgy bedagadt, szerintem 2-szer akkora. De túl fogom élni, túl fogom élni. Már csak azt a pár lépcsősort kell megtennem, és lent vagyok. A 650 lépcsőfokot megcsináltam, sziklát másztam, törött lábbal. Köszönöm, Istenem, köszönöm. Hú, túl vagyok. És akkor most Petra után, ami nagyon-nagyon jó és tényleg hasznos az én rehabilitációm szempontjából, az a holtenger. Sziasztok! Végre ez a nagy, hosszú Petrás út kihozta belőlem az igazi fáradtságot, elég elfáradtam. Ez itt a szobám most. Így néz ki, ott a bejárat, az ágyon. Jó, most részleteket nem akarok nagyon mutatni, de fú, most letörlöm magam a Vimic sminket törlőkendővel. Mindig nagyon klassz. Mindig felfrissíti a bőrömet. Tudom, fáradt vagyok, már 2 napja alig aludtam. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék veletek közölni. Törött rábban nem könnyű az élet. Ezt már nagyon megtapasztaltam. 650 lépcső fel, 650 lépcső le, 2 óra hossza. Sok idő volt, fárasztó volt, de nagyon motiváló volt, és szerencsés vagyok, hogy 3 hónap után az önbizalmam és a motivációm és a türelmem megtanította arra, hogy megcsináljam azt, ami lehetetlen és mégis lehetséges. És akkor még egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek megmutatni, ami egyszerűen gyönyörű. Ott a holtenger másik oldalán, ugye arra ott Izrael fények, de az, ami ott, ez a hold fénye a holtengerben, ez valami lenyűgöző. Úgyhogy ennyit szerettem volna, és menjünk tovább, holnap levegünk a holtengerben, és élvezzük azt, amit magában hoz. Azt mondták, hogy legjobb a bőrbetegségre, bár nincs bőrbetegségem, igaz, hogy a szakmában vagyok, nem ezt fog foglalkoztatni, hanem az, hogy az izületeimre és a többi mozgásszervi problémáimat megoldja a holtenger varázsa, és meg fogom nektek mutatni részletesen. Csodálatos süt a nap, meg volt a reggeli. Jordánia egyik legszebb aranypartján vagyunk. Nagyon gyönyörű itt az idő, és most el fogok menni lassan a holtengerhez, és elkezdek lebegni. A lábomnak jót tesz, az most már ilyen állapotban van. Most vagyok születésnapban 3 hónapos.
magas alkasótartalma, ugye, hogy lebegsz a vízben, és iszapot kell kenni az egész testedre, és ennek nagyon-nagyon jó gyógyító hatása van az izületekre és a bőre is. Az ekcémát, a gombától kezdve nagyon sok bőr problémát, például anyukámnak is adtam egy tégellyel, mert neki is ekcémás a bőre és bőr problémái vannak, és két hét alatt gyönyörűen rendbe hozta a bőrét. Én is, amikor mondjuk van valami sebem, vagy pattanásosabb vagyok, akkor nagyon-nagyon jó ez a holtengeri iszap. Így hát én ott, megmondom őszintén, hogy bekentem magam tetőtől talpig, még a hajamat is, és erről készítettem egy videót, hát lássuk! Hát ez egy fantasztikus nap volt. Aznap este a Holtenger partján este volt egy buli, ahol kaptunk népviseleti öltözéket, és nagyon jól éreztem magam. Még olyanokat is meg tudtam táncoltatni, akik soha nem táncolnak, és nagyon jó hangulatot teremtett ez a Holtenger partján a szállodában ez az este. Egy csapatos túl nagyon kedvesek voltak az emberek. Velem a lábfájdalmamba, de túl tudtam tenni magamat rajta, folyamatosan kentem perozinnal, és ugye flosszalagoztam, és próbáltam pihentetni azon a napon, amikor ugye volt ez a holtengeri
program, és majd utána nagyon jól telt ez a nap, az az este, és akkor szeretném nektek megmutatni, hogy a holtengeri buli után mi történt. Eljöttünk ugye a holtenger partjáról, és akkor lássuk, hogy hova érkeztünk meg. Egy csoda. Sziasztok, kedveseim! Eljöttünk a holtengertől, megálltunk most útközben egy szállodában, egy étteremben. Itt nagyon szép zöld egyébként, sok pálmával és érdekes növényzettel. És akkor most így elsétálok, és megmutatom nektek itt a háttérben ezt a pazarvízesést, ami csodálatosan elénk fog tárolni. Nézzétek! Stílusa nekem egy picit érdekes, abból a szempontból, hogy nézzétek, mögöttem a falat, hogy a modern, és ugye ez az arab stílus hogyan van egymással ötvözve. És akkor itt látjátok, hogy ilyen a recepció. Amit én meg szeretnék mutatni, hogy itt van a király és a felesége mögöttem. Ők ketten képviselik ugye Jordániát. Kicsit ráközelítek, és akkor jobban látjátok, hogy a hölgynek egyébként saját blogja is van, és nagyon nagy hangsúlyt fektet a turizmusra. Ez látszik, és nagyon kitesznek magukért a szállodában. Mindenhol, és nagyon kedvesek. A vízesés után következzen hazatérés ebből a párnapos útból, a jordániai csodából, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és remélem, hogy nektek is tetszett. Legközelebb is tartsatok velem, iratkozzatok fel, jó egészséget kívánok, és remélem, hogy tetszett a videóm, úgyhogy mindenképpen írjátok meg a véleményeteket. Sziasztok! Thank you.